Csökkent a munkanélküliségi ráta Szabadkán és környékén. A múlt év elejéhez képest a városban mintegy 1600-al kevesebben várakoznak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat listáján. Idén februárban 15.525 munkanélkülit tartottak nyilván az Észak-Báskai körzetben. Az adatok szerint úgy tűnik, a 30 évnél fiatalabb korosztály talál legkönnyebben munkát, akik az álláskeresők 24%-át teszik ki. Legtöbbjüket azonban így is csak 1-2 év után foglalkoztatják. Koliko dugo ste čekali? Pa dugo, pa cijelo vrijeme, koliko, par godina čak. Uopšte mi nisu zvali. 3 godine čekam posao. Koja ti je stručna sprema i koji bi posao prihvatila? Završila sam fakultet ekonomski, financije i bankarstvo. Više ne biramo, tražimo. Šta nam se da, to prihvatamo. Az álláskeresők 90%-a alap- és középszintű iskolai végzettséggel rendelkezik, míg minden tizedik felsőoktatási oklevelet tart kezében. A nők mintegy 48%-át alkotják a munkanélkülieknek. Ez is csökkenő tendenciát mutat a múlt évhez képest, amikor még egyforma arányban oszlott meg a nemek foglalkoztatása. Ja sam studirala, u suštini dok sam tražila posao i našla sam posao pre nego što sam napravila radnu knjižicu. Tako da nisam bila na SIZ-u. Legtöbben a kereskedelemben helyezkedtek el, vagy varodákban, vagy ápolóként. Szabadka polgármestere korábban kijelentette, a városban a Swarovski 600 új munkahelyet teremt az idén. Maglai kiemelte, a Masterplast, az Elektroremont és az amerikai Ametek is bővíteni a kapacitását, utóbbi mintegy 800 embert alkalmazna. Igazából, ami nagy átütés lenne Szabadkára, vagy eredmény lenne Szabadkára arra vonatkozóan, hogy ugyanez a cégcsoport bemutatta valamikor február elején azt a tervét, ami alapján Szabadkán egy nagyon komoly bővítést szeretne megindítani 2016 és 2017-ben. Ez egy óriási beruházás lenne Szabadkán ugyanúgy az ipari parkok területén, és természetesen másik két cég is itt érdekelt, hogy a 2015-ös évben még az ipari parkok területén beruházást tesz. Idén januárban és februárban már 724-en álltak munkába, közülük 15 fogyatékkal élő személy. Jelenleg aktuálisak a nyilvános felhívások közmunkára, a munkaadók számára, tovább az önfoglalkoztatás a munkanélküliek számára, a szakmai gyakorlat úgy szintén a munkanélküliek számára, és az új munkahelyek megnyitása a munkaadók számára. A tanácsadó hangsúlyozta, a munkakeresésben a munkanélkülieknek is aktívan részt kell venniük. A törvény nem kötelezi a munkaadókat, hogy munkaközvetítőben meghirdessék az állás lehetőséget, ezért ezekről nem is tájékoztatják ügyfeleiket. Minden releváns információhoz azonban hozzá lehet jutni a honlapon, a hirdetőtáblán vagy személyesen a tanácsadóknál.